Bányásznap alkalmából a Perlit bánya dolgozói is összegyűltek, hogy értékeljék az évet és tervezzék a következő esztendőt. Farkas Géza ügyvezető igazgató a Sátoraljaújhelyi Hotelben megszervezett dolgozói találkozón felvázolta azokat a nehézségeket, amelyekkel az elmúlt egy évben néztek szembe. Az európai Perlit bányászatban új versenytársak jelentkeztek, Törökországban 8 új bányát nyitottak, Pálházától 300 kilométerre Lehotán pedig többségi német tulajdonban újabb fejlesztések indultak el. Ennek ellenére a hegyközi bányászati cég gazdaságilag stabil, a 2 éve indított közös lengyel-magyar perlitduzzasztó cégnek köszönhetően pedig versenyelőnyben vannak. Egyedi vevőnkénti minőség. Szigorú, több lépcsős minőségellenőrzés rendszere. Ugye már nekünk nagyon jól működik, úgy érzem, hogy most már kezd tényleg jól működni, az, hogy a bányában, az őrlésben, a kitárolásban, a szállításban kiválóan sikerülnek a minőségi vizsgálatok. A Perlit bánya idén új termelői helyére is megkapta a környezetvédelmi engedélyeket 2025 végéig. A régi bánya engedélyeit is további 10 évvel szeretnék kitolni. A fejlesztések pályázati terveiről, a lehetőségekről már Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő szólt az ünnepségen. Risz Gábor képviselőtársa, Mózdi képviselő, aki a megyei bányászatért válvetve harcol, és miniszterelnök úrtól van egy ígéret, hogy a bányász képzés újraindítják, és a meglehető bányákat is pedig itt a megyében megpróbálják újranyitni. Mi is közöttük vagyunk, tehát együtt a harcunk, nem engedünk 48-ból, nem engedünk abból, hogy munkahelyek szűnjenek meg, hanem inkább bővüljenek. A Perlit napon köszöntőt mondott még a közös cég, az Atlasz vezetője is. Vitam wszystkich przyjaciół. Új lehetőségeket, új utakat, új felhasználási lehetőségeket keresünk, és én nagyon optimista vagyunk a fejlődésünket, jövőnket illetően. Az eddigi együttműködés is, én azt tudom mondani, hogy zökkenőmentesen nagyon szépen haladt előre. Bízom benne, hogy így lesz a jövőben is. Az ünnepségen 35-30 és 15 éves munkájuk elismeréseként szolgálati oklevelet vehetett át 12 dolgozó, illetve kiváló perlitbányász kitüntetés kapott Rostás Tibor és Suhaj András.